Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Buda Kalász Ma hírmagazint látják. Nézzük, hogy mik lesznek mai kiemelt híreink. Lendfonógyár. A régi üzem megalakulásának 100 éves évfordulóját ünnepelték tegnap. Kami. A növendékek hangversenyét rendezték meg a faluház dísztermében, és UFO. Harmadik alkalommal rendezték meg Buda Kalászon az UFO kutatók közösségi találkozóját. Megszűnt az autók elterelése a Tanító utcában, miután elkészült a teljes útszélességű forgalomlassító berendezés. Ez a menetdinamikai küszöb köznyelven fekvőrendőr, a negyedik a Tanító utcában. Kérjük, hogy ne megszokásból közlekedjenek és vezessenek óvatosan. Damasztabrosz, tűzoltó tömlő, trapper farmer. Többi között ezeket is készítették a 100 éves évfordulóját ünneplő budakalászi lendfonógyárban. A jubileum alkalmából nyílt kiállítás tegnap a faluházban, ahol az ünnepélyes megnyitón több száz volt dolgozó vett részt. A megbeszélt tervek alapján korszerű gépeken megindul a gyártás. 100 éve, 1923-ban kezdődött Budakalászon a szövőüzem története, az egykori Klingergyár akkor települt városunkba. A mostani találkozón a volt dolgozók örömmel elevenítették fel emlékeiket kameránk előtt is. 82-ben kezdtem, mikor a iskolába ment a gyerekem, és akkor a gyártmányfejlesztésen voltam kártyarajzoló, a Beck Pityu meg a Beck Katinak a keze alatt. Utána én onnan elmentem, és akkor utána a bölcsödébe dolgoztam 3 évet a Szercsányi Irénkével, úgyhogy 80-tól egészen 2015-ig laktunk a kolónián. A férjem vezette a gyári lenfonóbuszt. Az egykori Klingergyárban dolgozóknak nem csak a munkaidejét, hanem teljes életüket átszőtte az üzem. Köszöntő beszédében ezért is fogalmazott úgy Fórián Szabó Gergely, hogy az egybegyűltek nem vendégségbe, hanem hazaérkeztek. Az alpolgármester a gyár termékéhez kötődő személyes emlékét is felelevenítette. Ez a gyerekkoromban a Trapper Farmer az egy olyan márka volt már, amire szerintem mindannyian emlékszünk a korosztályomból. Én még emlékszem arra is, fiatal koromban az egyik első bál helyszíne volt itt ez a kultúrház, akkor még egy kicsit máshogy nézett ki. Hát nagyon sok szép, kedves emlék köt minket ide, de azt gondolom, hogy akik most itt vannak, akik eljöttek, nekik tényleg a fiatalkoruk, a korábbi munkás éveik szinte második otthonuk volt ez a helyszín, itt a lenfonó területén, és ezért is különösen felemelő ez a mai ünnep. A szervezők Gaján Vilmossal közösen több hónapig dolgoztak a kiállítás létrehozásán és az egykori munkatársak toborzásán. Köteles Károlyné 1971-től vezérigazgatósági könyvelőként dolgozott a gyárban, annak megszűnéséig, és szintén az egész családjának élete a lenfonóhoz kötődik. Tulajdonképpen azért kerültem ide, magába a gyárba, mert amikor megszületett az első gyermekem, akkor nem vették föl a község óvodájába, a budakalászi szövődeinek pedig volt bölcsőde és óvoda is, és akkor inkább beléptem, és a gyerek ide jár. Tehát én reggel leadtam az óvodába, meg a bölcsődébe, és amikor végeztem, tudtam hazavinni. Tehát azért mondom, hogy ez nekem nagyon praktikus volt így. A 100 éves a lenfonó kiállítással egy időben elkezdődött az a projekt, amelynek keretében a város egy-egy nevezetes emberéről nevezi el a faluház különböző termeit. Számos termünk van, amik igazából nem viselik senkinek a nevét, tehát inkább funkciókat mutatnak be, mint előadóterem, vagy klubterem, vagy galéria, és fölmerült az az ötlet, hogy az egyik termet azt nevezzük el Klinger Henrikről, és legyen Klinger terem. És a választásunk az emeleti előadóteremre esett, úgyhogy a mai nappal evel a rendezvényel együtt tartunk egy keresztelőt tulajdonképpen, és a mai naptól ez a terem, ez Klinger terem néven fog funkcionálni. Már kint is van egy kis tábla, egy fotóval, illetve egy rövid leírással, hogy ki is volt ez az ember, és mit is köszönhetünk neki. Klinger Henrik 1923-ban talán nem is sejtette, hogy 100 évvel gyárának Budakalászra hozatala után ilyen emelkedett hangulatú ünnepségen a sok emlék és történet elmondása mellett a szép szövőnők munkáját és mulatságát is megéneklik a Klinger csárdásban.
1963-ban a jelentősebb textilgyárak összevonásával létrejött a Lemfonó és Szövőipari Vállalat, amelynek központja Budakalász lett. A gyár Kalász múltjának szerves része, hozzájárult a falu fejlődéséhez, gyors polgárosodásához. 70 éven át gyártott és használt termékei szinte egyszerre tűntek el. 1991-ben számolták fel végleg a gyárat. Hétfőn több mint 200 méter hosszan 38 juhar és kőrizsfát ültetett az önkormányzat az Omszk Parkban, lakossági felajánlásból, olvasható a budakalász.hu-n. Az új fákat karókhoz rögzítették, a törzsük köré pedig műanyagvédő került, ami egyebek mellett a motoros fűkaszák okozta sérülésektől is megvédik a kérget. Emellett új köztéri padok beszerzését is tervezik, amelyek a tó Tanító utcával párhuzamos oldalán a tönkrement padok cseréjére szolgálnak, de új helyekre is leülhetünk majd a futókör mellett. A Tanító utcával párhuzamosan elhelyezett betonból és fából készült padok némelyike cserére szorul, de a tó nyugati oldalán a futókör közelében olyan helyekre is kerülnek padok, ahol korábban csak a fűre lehetett leülni, tájékoztatnak a város hivatalos honlapján. A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola őszi növendékhangversenye több mint 15 éves múltra tekint vissza. Általában kamarazenekarok produkcióival készülnek ilyenkor a diákok, ám idén inkább az egyéni fellépők csillogtatták meg zenei tudásukat. Az ifjú muzsikusok november 16-án csütörtökön a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár dísztermébe várták a közönséget. Kiválóan alkalmas ez a hangverseny arra, hogy a növendékek bemutathassák a fél év során eddig tanultakat. A főszervező már hetekkel ezelőtt kihirdette az időpontot, a szaktanárok pedig kiválasztották az erre legalkalmasabb előadókat és produkciókat. Most valahogy, nem is tudom, talán a pandémia óta kicsit nehézkesebben indul be a gyerekek kamarázás, ugye egy hosszú időn keresztül nem lehetett őket nemhogy kamarázhatni, hanem még az iskola területére se léphettek be. Tehát úgy veszem észre, lassabban tér vissza ez a dolog úgy a gyakorlatunkba, de azért most is fogunk hallani kamarazenei produkciókat, de azért túlsúlyban vannak, úgy vettem észre a műsorban a szólószámok. A teljesen kezdő muzsikus tanulók számára is nyújtanak fellépési lehetőséget áprilisban. Most elsősorban a hosszabb ideje zenével ismerkedő diákok produkcióit hallhatta a közönség. A mai órán volt egy kislány nálam, és mondta, hogy ő nagyon szeretné ezt a darabot eljátszani, amit éppen akkor elpróbáltunk, és tényleg nagyon jól összeérett, és olyan ügyesen előadta, és hát kérdeztem az anyukáját, hogy szerinted így ma, így a teljes felkészületlenségből, ugye nem úgy készültünk, hogy ő ezt előadja, hogy elmerjük játszatni a kislányjal, és aztán mondta, hogy nem tudnak ennyire gyorsan, most tényleg, hogy szép ruhába öltözni, bejönni, próbálni, de szinte majdnem a tanteremből mentünk a koncertre. Ennek a kislánynak is lesz alkalma bemutatni a produkcióját a tanszaki koncerten decemberben vagy januárban. Kupán Ákosnak viszont nem kell olyan sokáig várnia, ő ugyanis felléphetett a növendék hangversenyen csütörtökön. Mit fogsz most előadni, Ákos? Hát a zenekarral, a Bartók Bélától egy a Gyermekeknek című sorozatból kettő részt. Szeret zenekarban szerepelni? Igen, az a második évem. És melyik a jobb, egyedül vagy zenekarban? Hát, igazából mind a kettő jó, de talán egyedül kicsit jobb. Még alsóban az osztályfőnök mutatta nekem ezt a hangszert egy videóban, és megtetszett. Ákos nem csak a Kami szervezésében rendezett koncerteken gyönyörködteti hallgatóságát, az általános iskolájában is előveszi a hangszert. Most például lesz egy adventi az iskolában egy zenekar, meg szokott újévi koncert is lenni, úgyhogy ott szoktam néha játszani. Voltak, akik négykezes darabbal érkeztek, összeszokott párost alkotva. Liza és Márton már 4 éve tanul zenét. Milyen hangszeren játszotok, és mit fogtok előadni? Zongorán. Spanyol szerenád. Izgultok? Hát, picit talán. Igen.
kicsik. Melyik az izgalmasabb, az interjút adni, vagy a zenével kint játszani? Hát zenével játszani. Szerintem is. A növendékek több ízben tanáraikkal közösen is színpadra léptek. Pataki Ádám harmonika tanár kamarazenekarával egy filmzenét adott elő. Nekem van egy 5 fős kis csoportom, amiben én is szoktam játszani, én is beszoktam szállni, és most ide készültünk egy műsorszámmal. Biztos mindenkinek ismerős a Kung Fu Panda című animációs film, és abból egy zene lesz majd, az Ugly Skins. A növendék hangversenyről készített hosszabb összeállításunkat hamarosan megtekinthetik Kultúrcseppek című magazin műsorunkban. Napra pontosan egy évvel ezelőtt életének 69. évében hunyt el Wagnerné Klub Katalin, Budakalász díszpolgára. Halálával nagy veszteség érte nem csak a kalászi németeket, de a teljes várost is. Wagnerné Klub Katalin a kalászi német közösség vezetője, a Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület alapítója volt. Az egyesületben évtizedeken keresztül a helyi német közösségért, a hagyományok és a kultúra ápolásáért dolgozott. Kiemelt figyelmet szentelt a Budakalászról előzött sváb családokkal való kapcsolattartásra és a kitelepítés emlékezetének életben tartására. Wagnerné Klub Katalin emlékét kegyelettel megőrizzük. Harmadik alkalommal rendezte meg Budakalászon Nyers Csaba hagyományőr és a Magyar UFO Kutató Szövetség az UFO Kutatók Közösségi Találkozóját. Az eseménynek múlt vasárnap a faluház adott otthont. Olyan neves előadókat vártak a rendezvényre, mint Kalmár János a szövetség elnöke, Nemere István író vagy dr. Egeli György fizikus. Együtt örököljük múltunkkal az univerzum, a csillagok megismerésének igényét, lehetőségét. Időről időre többen foglalkoznak a múlt jelképrendszerével és a csillagok a Földön kívüli élet megismerésének lehetőségével. Kevesen vannak azonban azok, akik a kettőt összekapcsolva együtt próbálják megfejteni az ismeretlent. Budakalászon harmadik alkalommal szervezte meg a Magyar UFO Kutató Szövetség és Nyers Csaba az UFO Kutatók Közösségi Találkozóját. Ezekről szólnak az előadások, hogy milyen olyan jelenségeket látnak szemtanúk, akikkel már történt valami, amire jelenleg úgy nincs magyarázat, de számítani kell arra, hogy a Földön kívüliek egyszer fölveszik a kapcsolatot velünk. Azokban a formavilágokban, amelyet a régészek föltárnak, ezek a tarsai lemezek. Ezek a mintázatok olyan bonyolultak és olyan csodálatosak részemre is, hogy ezeknek a jelkép üzenete, úgy érzem, hogy nagyon régről történhet ez a formavilág, tehát lehetséges, hogy elődeink, akiknek ismét úgy érzem, hogy akkor is volt kapcsolata a Földön kívüliekkel, ezeknek a például látnak szárnyas oroszlánokat, látnak szárnyas kerubokat, és ezek, én nem hiszem, hogy régen fantázia volt, hanem amit láttak, azt lerajzolták. És a tarsai lemezeken is jelennek meg ilyen alakzatok. Tehát úgy érzem, hogy a formavilág és az UFO jelenség jelképekben azonos lehet. Számos neves előadót hívnak minden eseményre, ahol az ismeretlen világűr, a személyes földön kívüli észlelések mellett a múlt is megelevenedik, a mesterséges intelligencia mellett. Fél évente van egy ilyen konferencia, és amit kutatott azon időszak alatt, közönségnek bemutatja, tehát kicsit számot adunk a munkánkról. Nemere Istvántól kezdve ugye népszerű író, egyik legaktívabb, ugye több mint 800 kötetet írt, azért azt gondolom, világbajnok már most egyébként. Csúcstartó Egeli György, ugye fizikus, dr. Egeli György, aztán Pusztai Sándor, az UFO magazin főszerkesztője, de mindenki, tehát szóval most itt nem illik kiemelnem külön, mindenkinek érdekes az előadása. Én az utolsó leszek mindig, de egy meglepetést tartogatok, úgyhogy sajnos a tévé erről most lemarad, pedig egy nagyon érdekes befejezés lesz. Ilyen még sosem volt, úgyhogy inkább csak felkeltettem a kíváncsiságot.
Én egy nagyon érdekes a mesterséges intelligenciától, a transzhumanizmusról fogok beszélni, és azt hiszem nagyon sokakat fog érdekelni ez. Egyébként is úgy érzem, hogy mindannyiunknak az előadásait szeretik, meg napi dolgokat dolgozunk fel nagyon sok esetben, akár UFO eseményekben, akár, mint például itt a mesterséges intelligencia, ami már itt kopogtat az ajtó, ha már rég nincs benn. És hát én erről fogok egy pár szót beszélni. Fél évente tartja összejöveteleit Budakalászon a Magyar UFO Kutató Szövetség. A következő találkozóra 2024. március 24-én kerül sor a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban. Végül a várható időjárásról. Szombaton a változóan felhős napos időben helyenként alakulhatnak ki futó záporok, a magasabban fekvő tájakon akár hózáporok. Sokfelé erős, a Dunántúlon és a középső tájakon viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban -2 és +5 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 4 és 9 fok között alakul. Vasárnap egy meleg front felhőzete érkezik fölénk. Több helyen előfordulhat kisebb eső, északon havas eső, havazás is. A délire, délnyugatira forduló szél veszít erejéből, csak helyenként északnyugaton lehet élénk. Kora reggel -6 és +1, napközben 9 és 2 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. A budakalászi lenfonógyár megalakulásának 100 éves évfordulóját ünnepelték tegnap. A zeneiskolások növendék hangversenyét rendezték meg a Faluház dísztermében, szintén tegnap. Harmadik alkalommal rendezték meg Budakalászon az UFO kutatók közösségi találkozóját. Ennyi volt mára a Budakalász Ma hírmagazin. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. És megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessenek a legfontosabb hírekről és videókról. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kellemes hétvégét kívánok!